És itt van, nézzük meg, ismerkedjünk meg vele. Ez a parányi vírus megállította a világunkat. Az utcák üresek, a közterek üresek, az iskolák üresek, a vonatok nem járnak, a repülők nem repülnek, az iparok lelassultak, a légszennyeződés a nagyvárosok felett eloszlott. Az emberi tevékenységek által okozott háttérmozgás a földkéregben is lecsökkent. Ez a grafikon mutatja az átlagos szeizmikus mozgást a földkéregben, és ez a része mutatja a karantén időszak hatását. Hihetetlen, de a vírus még a földkéreg mozgását is lelassította. Most már mindenki tudja a koronavírusnak a történetét egészen visszamenőleg 2019. decemberéig. De a vírus története nem állott meg. Hogyha az eredetének az okait keressük, akkor vissza kell mennünk egészen a 70-es évekig. De kezdjük a történetet az elejétől. A tavaly decemberben Kínában sokan köhögéssel és hűlésre hasonló tünetekkel mentek be a kórházba. Többen közülük tüdőgyulladást kaptak, és néhányan meghaltak. Az első 41 betegből 27-en ugyanazon a hús- és élőállatpiacon fordultak meg Wuhan városában. A piacot a rendőrség lezárta, mert az eset nagyon hasonló volt ahhoz, ami 2003-ban történt egy hasonló húspiacon. A SARS nevezetű koronavírus 2003-ban csak ugyan egy húspiacról származott. Akkor 26 országban terjedt el, és 774 embert ölt meg. De mi történik itt ezeken a piacokon, hogy feltehetőleg itt kerülnek át a vírusok az emberekre? És miért éppen Kínában? Sok vírus, ami megfertőz bennünket, állatoktól származik. Például az influenza a madaraktól és a disznóktól, a HIV vírus csimpánzoktól, és a kimagaslóan halálos Ebola vírus pedig denevérektől. A COVID-19 az eddigi tanulmányok szerint is a denevérektől származik. De a vírus valószínű, hogy egy tobzóskán vagy egy kígyón keresztül jutott át az első emberre. És itt jön képbe a wuháni piac, egy hely, ahol élő állatok kerülnek levágásra és eladásra. Peter Lee professzor egy Vox-nak adott interjúban elmagyarázta, hogy a vírus megjelenése nem volt egy meglepetés. Az állatok a ketrecekbe egymás tetejére vannak helyezve. Az alsó ketrecekben lévő állatok el vannak áztatva mindenféle folyadékkal, ürülékkel és vérrel a felső ketrecekből. De pont így tud a vírus átkerülni az egyik állatról a másikra, és mutálódni és utána megfertőzni egy embert. Ami egyedivé teszi a kínai piacokat, az az, hogy vadonból származó állatokat is adnak el. Itt van egy menü a wuháni piacról. A világ minden részéről egzotikus állatokat tartalmaz. És képzeljük el, hogy mindegyik állat magával hozhatja a saját vírusát. Itt mutálódhatnak, és így alakulhat át egy piac egy vírus inkubátorrá. A 70-es években Kína az összeomlás szélén volt. Az éhség 36 millió embert ölt meg. A kommunista rezsim nem tudta ellátni a 900 millió embert. A 70-es évek végén nem volt Kínának más választása, mint hogy megengedje a magánfarmok létrejöttét. És ezeknek a farmoknak a kisebbsége elkezdett vadállatokat tenyészteni. Lee professzor elmondása szerint a kis farmok például teknős békákkal kezdtek kereskedni. Amint az állam látta, hogy az emberek meg tudnak élni ebből, elkezdte bátorítani a vadállat tenyésztést. És egy új ipar született meg. Ezek a farmok egy nagyon komoly üzletté nőtték ki magukat. Például ez a medvetenyészde 3 medvével kezdett, de jelenleg több mint 1000 medvét tartanak itt. A vadállatipar ugyanakkor egy okos marketinges stratégiával jött elő. A vad termékek úgy voltak híresztelve, mint potencia növelő, betegség megelőző, rákgyógyító, hagyományos orvosságok. Kínában a legtöbben nem fogyasztanak vadállatot. És általában, akik vadállatot fogyasztanak, azok egy elit réteghez tartoznak. Mondhatni egy kisebbség. És Kína ezért a befolyásos elit rétegért teszi kockára az 1,4 milliárdos lakosságának az életét. De amíg Kína és néhány másik ország továbbra is ipari szinten fog kereskedni vadállatokkal, szinte biztosak lehetünk benne, hogy olyan vírusok, mint a COVID-19 vagy a SARS továbbra is elő fognak fordulni.